Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházigazdája, Ma esti vendégeim Kiszeli Zoltán, Kulifai Máté és Szikra Levente. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Jó estét kívánok! Ne is veszegessük az időt. Kiűrült az uniós kassa, az a kassa, amelyből Ukrajnát támogatják. Von der Leyen asszony 50 milliárd eurót kér. Ennyi lenne a következő segélycsomag tulajdonképpen, amit szépen apránként Ukrajnának át kéne utalni. Eddig már 72 milliárd euró ment át, és hogyha ez még az amerikai támogatásokat is hozzáveszünk, akkor valahol olyan 190 milliárd euró körül áll meg a, a végösszeg. Ugye egy másfél év alatt durván ennyit költöttünk Ukrajnára. Szerintetek mennyire reális, hogy még most újabb 50 milliárdot át fog utalni az Unió? Össze fog-e jönni a pénz? Hát biztos meg fogják tudni oldani, a kérdés, hogy milyen árat kell érte fizetni, de ami számomra bebizonyosodott, az, hogy a, ahogy a szankciós csomagoknál is láttuk, meg most ez a pénzügyi támogatásoknak a sorozatánál is, hogy teljesen a valóságtól elrugaszkodott módon gondolkozik ezzel kapcsolatban a, a brüsszeli döntéshozatal, és én azt látom felfedezni, vagy vélem felfedezni, mondjátok, ha nem így van szerintetek, hogy van egyfajta ilyen versengés az Egyesült Államokkal, hogy vajon a két nagy hatalom, ha lehet egyáltalán az Európai Uniót nagy hatalomnak nevezni, verseng azzal kapcsolatban, hogy ki tud több támogatást, vagy ki tud elegendő mértékű támogatást biztosítani Ukrajna számára, csak hogy az európai gazdaság és az amerikai gazdaság az más szinten mozog, főleg úgy, hogy az Egyesült Államok jelenleg a pénz kibocsátásával egészen az állam csőd, közeli helyzetbe labírozta magát. Én abban vitatkoznék, hogy nem verseny van, hanem inkább az Unióban félnek. Többek között több mindentől félnek. Az egyik, hogy visszatér Donald Trump, vagy egy másik békepárti politikus a házba 25. januárjától, ezért is ez a mostani pénz 24-től 27-ig szól. Tehát azt az időszakot is felülé, hogyha esetleg Amerika véleményen megfordul, vagy Tajvánra másra fókuszálnak, és akkor az Uniónak kéne minimum ezzel az 50 milliárddal finanszírozni. Ez Zoli, hogy közbeszólok. Tehát ugye Bő egy év alatt 190 milliárd ment el Ukrajnára. Hogyha ilyen intenzitással folyik a háború, az ukrán gazdaság nem várható, hogy föltámad. Tehát akkor nagyjából 50 milliárd euró az három hónapot jelent az három hónapnyi finanszírozást jelent. Válaszok külön, tehát az idei évben is, és plusz még a következő években is, 18-18-18 milliárd eurót biztosítanak az USA, az, az Európai Unió, illetve a nemzetközi szervezetek Ukrajna működésére, tehát az állam működésére, nyugdíjakra, villanyszámlára, és e fölött vannak még további tételek, akár a háború finanszírozására, akár más korábbi hitelek átütemezésére. Én csak arra akartam utalni, hogy ez az 50 milliárd, az... az persze nekünk horribilis mm -hmm. össze, hiszen ugye az Unió Magyarországnak szánt 7 éves finanszírozása, az van 25 milliárd euró körül mozog, tehát 7 évre egész Magyarország ugye ennyit kap, na, hogyha átutalná az Unió. Uh, Ukrajna pedig, mondom, hát közel 200 milliárdot eléget. Pillanatok alatt. Igen. Ezért is fontos azt a különbséget látni, hogy Magyarország, Lengyelország nem kapja meg a neki járó pénzt, és itt már újabb kötelezettségvállalás uh -huh. jelenik meg az unió részéről. Tehát gyorsan visszatérve még a, 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 a politikai részéhez. Tehát azt gondolom, hogy be akarja biztosítani az unió minimum az ukrán államnak a működését. Én ebben a hadi kiadásokat nem látom benne, ami ennek az általat felhozott ez kétsz, nagyjából 200 milliárdnak a legnagyobb részét teszi ki. Arra még plusz akarnak, erre van az úgynevezett európai békeeszköz, amiből eddig nagyjából ilyen 5-6 milliárdot Náltak, föl, ezt föl akarják tolni 10 milliárdra, 12 milliárdra, tehát ebből az unió fegyver finanszírozná Ukrajna felfegyverzését a háborút. Tehát több csomag van, de ami fontos, Brüsszel szerintem azzal számol, hogyha egyedül kell viselnie, mert Amerikában változik a közvélemény, a Ukrajna finanszírozását, akkor ennek legyen egy alapja, ez nyilván fölfelé még mehet. És ami még itt érdekes, hogy ez megint egy ilyen vita, erről talán majd még beszélünk, de úgy tűnik, hogy ezt a pénzt az unió költségvetéséből kéne biztosítani. Itt van egy nagyon komoly vita, a franciák és az olaszok, ahol igazából nagyon kicsi a, fiskális mozgástér, mert az, az európai de központi... Bank... De Jó, hát azt mondhatnám, hogy technikai... Hát <laughs> vannak. Hát technikai államcsődben vannak, de mindig ezt szoktam mondani, de most próbáltam egy kicsit finomabb lenni, hogy az európai központi bank lélegeztető gépén vannak az Eurózóna déli országai, és igazából ők azt akarják, hogy újabb közös hiteleket vegyen fel az Unió. Most jön majd ki nagyjából július végén az úgynevezett európai szuverenitási alap. Ez egy olyan terv, amit Macron már nagyon régóta szorgalmaz, az olaszok is benne vannak, hogy az európai gazdaságot futtassák fel hitelekből, hogy ezt a németek nem támogatják, és a németek azt mondják, hogy forgassuk át a bent ragadt pénzeket, például a lengyeleknek, magyaroknak ki nem, ragadt, ki nem fizetett pénzt, amik beragadtak, és itt látszik az, hogy ez a, az, hogy nekünk visszatartják a pénzünket, az nem csak azt a politikai zsarolás szolgálja, hogy ezek a, a kormányok álljanak be a sorba, mondjuk a magyar kormány a háború párti sorba, hanem azt a célt is szolgálják most már, legalábbis nekem én ezt látom, hogy a, a bent pénzeket most már át is forgatnák, tehát nem csak zsarolnak minket, a visszatartással, hanem át is forgatnák ezt a pénzt. bocsánat. Igen. Zoli azt mondja, hogy az európai döntéshozók, ami a tagodnak, hogy mi van, ha kiszáll az Egyesült Államok ennek a háborúnak a finanszírozásából, akkor az egész az ő vállára fog nehezedni, az Európai Unió vállára. én, én egy kicsit másképp látom ezt a dolgot, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Én úgy látom, hogy valójában arról van szó, hogy az Egyesült Államok átnyomja a saját kölcsöt, tehát az általa finanszírozott háborúnak a költségeit Európára, és egyébként pedig Európa, ha tehetné, szabadulna ettől a háborútól. Igen, én ezzel hajlok egyetérteni, és a Máténak a felvetésére is azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy én inkább egyfajta. Önkéntes, kevésbé önkéntes, ezen elvitatkozgathatunk, alárendelődést látok az európai politika részéről. Tehát van egy ilyen beállás a sorba, ahogy te meg ezt megfogalmaztad, Zoli. Tehát arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a vezetése, a Biden adminisztrációnak a politikai szándéka az, hogy az Ukrajna mögötti támogatás az kitartson, és emögé a politikai szándék mögé Brüsszel, Berlin, stb. az Európai Unió különféle fővárosai, ezek felsorakoztak és az egy másik kérdés, hogy most már tulajdonképpen ott tartunk, hogy nincs meg hozzá a kellő forrás, ahogy ezt megbeszéltük, elő kell teremteni máshonnan, és ez egyébként nekem azért érdekes, mert mutatja, hogy milyen prioritások vannak az Európai Uniós döntéshozatalban. Ha választani kell a között, hogy odaadják egy tagállamnak azt a pénzt, ami neki jár, vagy választani kell a másik alternatíva az, hogy odaadják a pénzt egy nem uniós tagország államnak, akkor nekik adják oda. Ez azt gondolom, hogy azért elgondolkodható, és uh, mutatja azt, hogy mennyire nincs rend a fejekben Brüsszelben. És van még egy elgondolkodható dolog. Von der ugye 50 milliárdot szavazna meg Ukrajnának, és eközben uh, 5 milliárdot, tehát a tizedét adná az európai kulcsfontosságú iparágoknak a fejlesztésére. 5 milliárd euró, persze mindannyian örülnénk, hogy ennél lenne a számlánkon, de azért ez, lássuk be, tehát európai méretekben nevetséges. De bocsánat, és ez mindez akkor zajlik, azzal párhuzamosan, amikor az Egyesült Államokban van egy olyan törvény talán már el is fogadták, ami éppen arról szól, hogy Európával szemben is egyébként a saját iparát erősíti, és mm. európai cégeket csábítanak át az Egyesült Államok területére. Már volt is több olyan német cég, amely bejelentette azt a szándékát, hogy áttelepíti a gyártását az Egyesült Államokba, mert egy olyan védőrendszert épít ki az Egyesült Államok, ami egyébként pont Európa jár a legrosszabbul. És azért itt megint az a kérdés tud felmerülni, amit egyébként Macron is pedzegetett régiben hogy milyen szövetséges. Hozzáállás az, amikor valójában itt gazdaságilag is megpróbálják leépíteni az európai működést. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy Európának. Sokkal jobban a sarkára kellene állnia, és azt mondania, hogy szembe tudunk szállni valamilyen módon ezzel az amerikai szándékkal. Más kérdés, hogy ehhez van-e kellő politikai erő. Nincsen. Tehát, ha megnézzük Brüsszelben és Berlinben a két legfontosabb európai fővárosban, ahogy én látom, és ezt meg is írtam például a Mozgás is már korábban márciusban, amikor von der Leyen Washingtonban volt, hogy az inflációcsökkentési törvény, amire utalsz, az nagyjából 140 milliárd amerikai dollár, és azt jelenti, ha valaki Amerikában elektromos autót vesz, vagy a házát felújítja, az azonnali adó visszatérítést kap. Mondjuk egy 40 ezer dolláros elektromos autót egy ilyen 10 ezer dollár körüli összeggel támogatják, és azonnal visszakapja a pénzt. Európában meg 10 nyomtatvány kell kitölteni, meg minden ilyen borzasztó bürokrácia van, és a cégek át, amit mondtál például, hogy most a héten jelentette be az utolsó európai napelemgyártó, egy német cég, hogy átviszi a termelését Amerikába, mert sokkal olcsóbb az energia, nagyobb a piac, és sokkal több kedvezményt kapnak. Tehát amit látok, hogy a vita van arról, hogy Európa kínálnak a hátsó legyen, vagy az Usának. Ezek a brüsszeli elitek és a német elitek is szerintem, vagy ahogy én látom, úgy döntöttek, hogy Európa az USA hátsó udvara lesz, és itt jön az, amiről beszéltetek, hogy valakik fölrobbantották az északi áramlat vezetéket, hopp, az usa kell venni LNG-t dollárért. És a fegyverbeszerzéseknél is látjuk most, hogy ugye az európai hadipar próbál megrendelésekhez jutni, de hát mit látunk? A németek 100 milliárdjából mire költenek? F-35-ös gépekre. Amerikai vadászgépet vesznek Európa szerte, mind dollárért. Ez nem az a baj, hogy amerikai fegyvereket vesznek, csak így sosem lesz 5. ötödik generációs európai vadászgép, nem lesz új európai tank, és az munkahelyek, a fegyvergyártási munkahelyek Európából kivándorolnak Amerikába. Magyarország megint kivételt jelent, ha megnézzük, hogy a magyar kormány olyan fegyverrendszerekkel fejleszti a honvédséget, amiket részben már itthon gyártanak, akár mondjuk Zalaegerszegre, ha gondolunk az ottani páncélos gyára, vagy más eszközökre. Tehát Magyarország ebben is kivétel, hogy még az európai hadipar nagy része elvándorol, vagy kevés megrendelés kap ebből az ukrajnai tortából, addig Magyarországon nyilván kicsiben az országaink képes? ebben is alternatívát mutatunk, hogy megpróbáljuk Európában tartani a gyártást. de a Macron megveri az asztalt, hogy azt a pénzt Európában kéne és francia cégeknél elkölteni, de hát itt látjuk azt, hogy a legtöbb ország azért nem biztos, hogy európai fegyvert fog. Van vendteni. még a két veri az asztalt, ez a Német pénzügyminiszter Christian Linder, aki azt fogalmazta meg, hogy ő a maga részéről egyébként semmibe nem kíván most már pénzt tenni, mert hogy Németországban kiürült a kasza. És ö, érdekes volt, nem, nem pusztán csak arról beszélt, hogy Ukrajnának nem szeretne további segélyeket utalni, hanem arról is beszélt, hogy az EU 27-ig tartó költségvetésébe se szeretne pénzt beletenni. És bennem fölmerül egy gyanú, és kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok. Hogy nem lehet, hogy az a pénz, ami Magyarországnak járna, az valójában már nincs meg. Hát simán elképzelhető. Ugye az a baj, nem is annyira transzparens, hogy pontosan, hogy működnek a, a döntéshozatali mechanizmusok. De visszatérve a, a német kormány belső működésére, én azt is látom, hogy konkrétan a ugye jelző lámpának hívják a Hát három fele esik éppen a, a kormány, mert... Van mert az ilyen... több is, mert a zöldek egymással is vitatkoznak, de ezt... Hát igazából egy válság van kibontakozva az Európa vezető gazdaságában, ami azért... Ez a válság igen. egyébként már nem, nem nincsen érzésetek, de évek óta tartan, hát eleve igen. alig bírták inkább, ezt a koalíciót. Bomba, Mennyi volt? Igen. Egy év volt? Majdnem egy év volt, hát mire tartott, igen. Gyakorlatilag kormányzat, kormányzatlanul maradt addig Németország, és hát ugye fontos időket éltünk akkor. Abszolút kodban. ráadásul arról szól most a német sajtó, hogy már készülnek 2025-re is a kancellárválasztásra, is, már a Külügyminiszter pozícionálja magát Olaf Scholz szemben, aki szintén próbálja menteni a mentethetőt, mert ugye látják mindannyian a, a negyedik erő az AfD a a nek a felemelkedését. Tehát van egy ilyen politikai harc is most Németországban, és ezért hallunk például ilyen sokfajta kifele-befele kommunikációt szerintem a német politikai elit részéről. Úgyhogy közben az ember nem tudja, hogy most pontosan kinek higgyen, mert a német kormány részéről összesen négyfajta kommunikáció van nélkül. Az ügyvéniszter azt mondja, hogy most üres a kassza, és yeah. én nem tudok több pénzt utalni, azért az hihetőnek tűnik. Igen, ugye itt van egy olyan fajta politikai érdekkülöbség is, ugye Linder az FDP-ből a Szabad Demokrata Pártból érkezik, és az FDP-nek az egyik régi politikai követelése, hogy az, hogy legyen a német költségvetés kiegyensúlyozott, tehát ők az alapvetően azt követelik, hogy a költségvetési hiányt azt legyen a minimálisra szorítsák le lényegében nullára. És a zöldek viszont, ugye ezzel szemben, akik a gazdasági kérdésekben a legfőbb ellenfeleik a kormányon belül, a liberálisoknak, azt képviselik, hogy nagyon sok beruházás kell Németországnak, ugye a különféle zöldát átállásnak nevezett projektekbe fektetni, amelyek közül többek között ugye szénbányák újranyitása és hasonló izgalmak szerepelnek. A lényeg az az, hogy ezt, én azt látom, hogy ez a belpolitikai vita jelenik meg itt is. Tehát Linner az az ember, aki semmire sem akar pénzt adni, folyamatosan próbálja visszahúzni a költségvetésnek a kiadásait, és ezzel egyszerre most nem, nem csak európai jellegű, vagy európai jelentőségű politikát folytat ebből a szempontból, hanem egy a zöldeket is próbálja kiegyensúlyozni. Mert októberben két nagyon fontos választás lesz szemben is Bajorországban, tehát ott nem mindegy, hogy az FDP marad-e az 5% fölött, ahol most azért rezeg a. a rendben, a... én értem ezeket és a kis német belpolitikai rezgéseket. Nagyon érdekes. Na de mi van a mi pénzünkkel? Megvan a szerintetek még? Tamás, ez olyan, mint a Fortnoxi arany. Amikor a németek mondták, hogy szeretnék visszahozni az aranyat Németországba, meg a franciák is mondták, akkor mondták, hogy hát szeretnék úgy egyszerre elhozni. És akkor mondták, hogy, hogy hát higgyék el, ott van az az arany, mondták, hogy a németek szeretnék megnézni, megsimogatni azt az aranyat. Mondták, higgyék el, ott van Fortnoxban. Aztán majd több év alatt hazahozták, így ütemezve. Ugyanez volt a kérdés, megvan-e? Mondták, hogy higgyék el, a függöny mögött ott van, vagy Fortnoxban ott van. Hát ez az uniós pénz is ilyen. Itt a vita egyébként az a német dimenzión túl van szerintem egy európai dimenzió is, már utaltam rá részén. Tehát a francia, olasz, spanyol gazdaság nagy bajban van. Ők újabb uniós hiteleket vennének fel, hogy a gazdaságuknak egy lökést adjanak. A probléma ott van, hogy a magas infláció miatt az eurozónának most túl vannak az inflációs csúcson, de 20 éve nem volt ilyen magas az infláció. Most mondjuk nem 10%, hanem 7, de 7% se volt soha az infláció. Tehát a 10 után most fél hát ez éven bőle... kritérium fölött van. Abszolút fölötte van, de az a lényeg, hogy most már az uniós hiteleknek a kamata is fölment. A német állampapírok kamata is fölment, az uniós kamat, Tehát nem olyan kedvező a kamat környezet, mint volt mondjuk a Covid után. És ami a lényeg, hogy ez a vita arról is szól, hogy Macron azt szeretné, hogy az európai főként a francia gazdaságot erősítsék meg közös hitelből, és a 27 ország finanszírozza a délieknek a, az ipar, iparának a felújítását. A németek én azt gondolom, hogy alkut kötöttek az amerikaiakkal, mert a német és az amerikai gazdaság, hogyha összekötődik, és azt látom, hogy összekötődik, mert a németek nem akarnak szembe menni Amerikával, kétszer nagyon megjárták, harmadszor nem akar. Ilyen szempontból ők elfogadták azt, hogy az USA és az Európai Unió piacát össze kell nyitni, úgyhogy az Unióban a németek. Ebből az összenyításból, ti mondtátok el az előbb, ebből az összenyitásból az lesz, hogy szépen azon a kinyitott ajtón az egész német nagy tőke átvándorol Amerikába. Ezt Egyen. látjuk most? Az összenyítás Ez az, az azt fogja jelenteni most. valószínűleg, hogy az Amerikában gyártott termékeket szabadon ide lehet majd szállítani Európába. A... Na jó, de azért látszik, tehát ennek azért vannak, hogy van ennek egy lenyomata a német belpolitikában. Most arra gondolok, hogy az AFD, amelyik mondjuk hogy egy rendszerkritikus bevándorlás ellenes erő, hogy most valóban elkezdett erősödni, és ennek azt hiszem, hogy vannak, tehát akik nem örülnek Németországban, egyfajta hangulat tört ki. Nem tudom, hogy helyes ez a leírás aki nem örül, az mindenki más, aki nem az AFD, ezt nyugodtan mondhatjuk. Most tényleg, tényleg történelmi csúcson van az AFD, tehát ezt most kijelenthetjük. Volt az elmúlt évben egy olyan időszak, amikor azért nem annyira voltak erősek, visszacsúsztak ilyen 10% körülre, most viszont 20%-on vannak, lényegében közel 20%-on, és már vannak olyan mérések, amelyek a szozdemek elé helyezik őket, tehát országos szinten második helyre. Ez egyébként azért fog nagyon érdekes helyzeteket kihozni, vagy megmutatni, mert valójában az biztos, hogy a következő években sem tartományi, sem országos szinten az AFD-t továbbra sem fogják bevenni koalícióba a többi párt. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb arányát zárják ki eleve a parlamenti mandátumoknak a lehetséges kormánytöbbségekből. És például jövőre, mert idén is lesznek érdekes tartományi választások, de szerintem a jövőre még érdekesebbek lesznek, mert jövőre Kelet-Németország több tartományában, például Türingiában, Szászországban lesznek választások, és ezeken a helyeken komoly esély van arra, hogy ha addig nem változik meg a politikai helyzet, hogy első helyen végez az AfD tartományi Ez egy komoly esély. Ez a komoly esélyt, hogy valami változás lesz Németországban, ezt nagyon régóta hallom. Tehát hát, hogy gyakorlatilag... Nem, 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 Én pont azt szeretném mondani, igen? hogy maga a politikai felállás nem fog megváltozni, uh -huh. csupán egy nehezebb helyzetbe fognak a mainstream pártok kerülni, mert ha első helyen végez az AfD, amire a mostani állás szerint van esély, akkor nekik még sokkal nehezebb lesz megmagyarázni, eladni azt, hogy van egy választáson győztes párt, amely választáson győztes párt még csak része sem lehet a kormányzatnak. Ez meg fogják, tenni, meg fogják tenni, tehát azért mondom, ne legyen itt férjét, és nem arról beszélek, hogy itt hamarosan AFD és miniszterelnökök sora fog Németországban tartományokat vezetni, szó sincs erről, viszont az biztos, hogy egyre nehezebb lesz összetákolni olyan koalíciókat, amelyek működőképesek az országban. Igen, meg, meg, azért el kell osztani az szavazói bázisát, mert itt a kormányal szembeni elégedetleneknek a táborra vándorolt most az AFD-hez, de nem azért, mert az AFD álláspontja vagy politikai nézeteit azt annyian osztanák, hanem egyszerűen egy ilyen protestszavazás indult el. De ez az egyetlen protestpárt jelenleg, tehát nagyon második. Viszont de... potenciálisan van egy új lehetséges, ugye a Linkének az egyik emblematikus Politikusa szára szóval de én szerintem a nézők jól teszik, hogyha figyelnek rá is, mert azért leengedik be, hogy ő akár egy új pártot indíthat. Ő nagyon-nagyon híres arról, hogy, hogy a, a COVID-ledárásuk ellen is nagyon kampányolt, és a az ukrán feltétel nélküli ukrán támogatás ellen is. És ott például volt egy olyan felmérés most, hogy a választóknak a 18%-a hajlandó lenne akár. Mennyi idő lesz, amíg a német sajtó kideríti róla, hogy ő egy fasiszta, náci. Kér, már, ez, el... már, ez, már, megtörtént. Már meg, persze, Na. ugye Na. ő a linke politikusa igen. volt, nem régiben hagyta el a pártot, és, és én egyébként A eb... Link egy baloldali párt, csak ugye igen, a kérdés. A lényegében a, otthon a német a link, mint ti. A linke az a másik fél, igen. fele a, a, skálának, tehát az AFD az jobb széle, a link a bal széle. Egyébként nagyon sok szempontból igen, és a linkének most a válság, a gyengesége az azzal is Függ, hogy az AfD-hez vándorolt, tehát sok szavazójuk. Ez nyilvánvalóan így van. Én egyébként a Welgen-flechtek bár érdekesnek tartom a gondolatait, meg, meg tényleg egyébként egy színfoltja a német politikának, félig egyébként iráni származású, de, de nem látok arra esélyt, hogy ő ténylegesen fel tud építeni egy parlamentbe jutni képes pártot. Viszont megoszthatja ezt a támort, ami hát, szintén az, az azért ott jövén. is úgy a választási törvényt, hogy azért csak azok a pártok jussanak be, amelyek országosan indulnak, ami talán nagyon fontos. Én tudom, hogy a magyar nézők mindig ezt így ilyen furcsán veszik, amikor ilyet mondok, de hogy az átlag nyugati embernek a nyugati elit részéről nincsen jó ajánlat. Az nem tudnak jó ajánlatot tenni. És ezért jön az a protest, amiről beszélünk. Vagy csak megint, megint nem kell. <laughs> no. Minek kell nekik, miért kéne ajánlatot tenni? Hát gyakorlatilag karteleznek. De, de, Tamás, de Ez ugye... egy politikai kartelezés. Kiszorítanak Igen. mindenkit, és majd itt akarom behozni ezt a témát is, egy német szellemtörténész, az emlékezet kultúra egyik nagyja. Egy bizonyos Hubertus Knabe pont arról írt a napokban a Bild magazinban, hogy tulajdonképpen a Németország egyre inkább úgy néz ki, mint az NDK. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha valaki a politikai eliteknek, ennek a kartelnek nem tetszik, akkor azonnal rásütik, hogy fasiszta, náci és kész. Azzal meg is ölték. Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy miután nincsen az eliteknek jó ajánlata az embereknek, azt a jóléti színvonalat, amihez hozzászoktak uh -huh. a szüleik, nagyszüleik, de akár még ők saját maguk húsz éve uh -huh. nagyjából. Na, az már nincsen, vagy csak nagyon kevés ember számára elérhető. A középosztály alsó része az ugye már csúszik le, mert a nagyvárosi lakbérek azok nagyon emelkednek, most az élelmiszerárak, energiárak is emelkedtek, és igazából azt látjuk, hogy a középosztálynak még mindig van félteni valója. És pont itt van az a lényeg, hogy miután ez az elit nem tud Amerikában és Nyugat-Európában jó ajánlatot tenni, ezért emelkedett fel Donald Trump, vagy Európában ezek a protestpártok. Mit látunk az USA-ban? Donald Trumpot börtönbe akarják zárni, pont azért, hogy ne indulhasson el a választáson, és ne kínálhasson politikai és demokratikus demokratikus alternatívát a, 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 sorosféle deep state meg a demokraták deep state-jével szemben. És Európában ugyanez van, hogy a korábbi jó képest élnek rosszabbul, nem hozzánk képes meg a szomáliai étkezők éhezőt közképes, hanem magukhoz képest. És miután nem tudnak már jóléti ajánlatot tenni az embereknek, ezért a covid leállás után azt gondolták az emberek, hogy visszatérünk. Jött a háború, nem tértünk vissza Nyugat-Európában a jóléti szinthez, és emiatt szavaznak az emberek a protestpártokra, a bevándorlás olyan méreteket öltött Németországban, ahol a kvótával minden ahol szétosztották az embereket. Itt a múltkor is, amikor itt a műsor vendége voltam, elmondtam, hogy most azon vitatkoznak Németországban, és most már Franciaországban is, hogy csak a tömegközlekedési eszközökön, vagy a pályaudvarokon, iskolákban, templomokban, és azok mondjuk 200 méteres körzetében tilos legyen kést magadnál tartanod. Hát 20 éve ez nem volt téma, hogy az ember nem késsel száll föl egy vonatra, vagy megy mondjuk egy pályaudvarra, és a bevándorlás annyira megváltoztatta a Nyugat-Európát. Színesedett. Hát használjuk a... a szakszavakat. Igen, de a elértem, mert a kvótával a migránsokat, a Országban, Olaszországban, egy csomó országban, és hiába, és ugye azt láttuk, ez a francia késes azt mutatja, és ez az AFD-ben bőven benne van, meg a többi pártban, hogy ugye a középosztály nyugaton menekül, elköltöznek olyan városrészekbe, ahol nincsenek migránsok, privát iskolába katolikus iskolába iratja a gyerekét, mert ott biztos nincsenek mondjuk bevándorlók, vagy kevesebb, vagy csak az elit. És mit látnak, hogy elmenne az Alpesi üdülőhelyen, ahová pont ez a középosztály menekül mondjuk a bevándorlás által hozott színes, színesedés ellen, vagy a gyarapodás, kulturális gyarapodás ellen, na ott is megjelenik ez a problém. Tehát nem tudnak elfutni a probléma az AFD-re szavaznak, és egyetértek Mátéval, most jött ki egy kutatás Németországban, hogy az AFD szavazói 75%-ban protest szavazók, és csak 25%-ban értenek egyet azokkal a tételekkel, amiket a párt program képviselő. de pont emiatt a kartel miatt, amit a Tamás is mondott, emiatt nyilvánvalóan ez nem fog a politikai döntéshozatalban megjelentni, ez a választópolgári támogatottsági átrendeződés, és egyébként ez nagy különbség Trumphoz képest, mert Trumpnak volt egy olyan lehetősége egy választáson, hogy ezt politikai Hát az amerikai töké... rendszer. váltsa. Éveszi. Igen, Németországban erre nem lesz lehetőség. Most egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben kiszeli Zoltánnal, Kulifei Mátéval és Szikra Leventével. Németországról beszéltünk, és van még német téma. A Német evangélikus Egyháznak volt most egy úgynevezett egyháznapja, vagy napjai, június 7- és 11-e között, ahol ö, saját állításuk szerint ö, egyedi színes hitbéli kulturális és zenei fesztivállal várták a, a szíves megjelenőket, és a záró Isten tiszteletet egy eddig számomra nem ismer, de nagyon figyelemre méltó lelkész tartotta, Quinton Cézár, aki kelet frízföldön szolgál, és így fogalmazott. Itt az idő elmondani, mi vagyunk az utolsó generáció. Itt az idő kimondani, Black Lives Always Matter. Itt az idő kimondani, Isten queer. Uh, és itt az idő kimondani, hogy uh, küldünk egy hajót, és még sokkal többet is. Itt arra utalt, hogy uh, be kell fogadni természetesen a, a földközi tengeren érkező migránsokat, meg nem csak a földközi tengeren érkezőket. Nos, uh, itt a műsor első részében talán pont Zoli, te voltál az, aki azt mondta, hogy a német középosztály el, elmenekül, elviszi a gyerekét mondjuk egy egyháziskolába. Jó helyre viszi? Hát kérdés valóban, ugye azt kell látni, hogy a, a, a Németországban a hagyományos vallások, főként a katolikus és a protestáns vallások ugye kihívásokkal küzdenek, és ez nyilván a mainstream médiának is köszönhető, hogy ezeket a botrányokat feltupírozzák, és nem állítanak egy normális hagyományos családmodellt az emberek elé, hanem a, mindig a KK-nak csomót keresik, vagy a botrányokat írják. Tehát botrányokról lehet beszélni, csak ugye nem ez a jellemzője az egyháznak, hogy botrányok vannak, hanem hogy a társadalomnak egy szolgálat, szolgálatot nyújt úgy ezt így is fogják fel. Amit talán fontos, hogy van egy ilyen vita, ugye, ugye, a katolikus egyházon belül is van egy megújulási folyamat, a, a protestáns egyházakban is van vita például, és ugye az a lényeg, hogy a német középosztálynak az a része, amely gazdag, az a nagyvárosi középosztály, amely mondjuk 5000 euró körül vagy a fölött keres, az ilyen is van bőven, mert Németország egy nagy ország, ennek az egy része egyébként állami közalkalmazott, aki ezt a mainstreamet erősíti, főként a zöldek szavazóiról beszélünk egyébként. Tehát a németek azt mondják, nem vagyok olyan gazdag, hogy a zöldekre szavazzak, és nincs nettó 5000 euró ezek most egyre több ember jön rá és szavaz egyébként pont a zöldek ellenében más pártokra, például az AFD-re, amit ezért be is akarnak tiltani. Tehát azon vitatkoznak, hogy betiltsák-e az AFD-t, hogy arról beszéltünk az előző részben, hogy Donald Trumpot börtönbe akarja zárni a globalista elit, akkor Németországban ezt a protestpártot be akarják tiltani, mondván, hogy ugye, hogy szélsőséges. Mi történik a német egyházakkal? Mert az evangélikus egyháznak, jó, hát vannak ilyen furcsa kijelentésével, legalábbis bizonyos lelkészeinek. Utaltál arra, hogy a katolikusoknál megújulási folyamat zajlik, de ha jól értem, ez inkább egy egyházszakadásnak a, a kezdő. Zoli ma kezdő a diplomatikus megfogalmazása. Igen, én, én hogy Tehát, hogy a üveg tigris háromban hangzik el, ugye az a párbeszéd, hogy itt mindenki hülye. Itt mindenki. Tehát, de nem mindenki, mert azért például az evangélikusoknál kimutatták, hogy rekordméretű egyház elhagyás történt, például 380 ezer ember hagyta ott az egyházat, és merem remélni, hogy ebből a 380 ezerből vannak tényleg hitvalló, meg biblia követő, meg odaszánt hívő evangélikusok is, akiknek elegük van abban, hogy a szerte Európában az ilyen nagy népegyházak, protestáns népegyházak mennek egy ilyen genderbarát nem tudom, eretnek irányba el, uh -huh. és azért nagyon sokan hagyják ott az egyházat, és ilyen kisebb közösségeket alakítanak, és azért itt most próbáljátok szembeállítani az evangelikusokat, a katolikusokkal, azért a német egyházak, és jól mondta Tamás, azért a német katolikus egyház is nagyon intenzíven dolgozik azon, hogy elvigye a német katolikus egyházmegyét ebbe a, a genderbarát irányzatba, ami miatt ugye nagy viták vannak ott is, de azért nem akkora nagy viták, mint amire az ember számítana. Nem, hát valóban van egy általánosnak tűnő jelenség, ami a német, hagyományos német keresztény egyházakat érinti, és ugye nyilván ott az evangélikus meg a katolikus egyháza két legnagyobb, ugye az ország északi része mondjuk erősen evangélikus többségi volt, hagyományosan a déli délkeleti része pedig inkább katolikus, és ez a két egyház mindegyike erős lejtmenetben van, abból a szempontból is, hogy hagyják el őket a hívek, meg abból a szempontból is, hogy tartalmi értelemben is egyszerűen már nem tudják, hogy mit akarnak mondani, lényegében azt mondják, amit a sajtó meg a mainstream elvár tőlük. És azt gondolom, hogy egyébként az, hogy ez nem, hogy nem csökkenti, de még növeli is az egyház elhagyók számát, ez nyilvánvalóan annak a, a bizonyítéka, hogy az egyházak nem úgy tudnak reagálni a modern kor kihívásaira, hogy elhagyják az eredeti tanaikat és idomulnak a már, liberális... De kéne szerinted, ha jól értem. Nem, nem így kellene, mert uh -huh. hogy ez valójában nem tartja meg a híveket, sőt, és ez logikus is, miért tartaná meg? Hiszen, hogyha valakinek olyan lelki töltetre, transzcendens dologra van szüksége, amit egy egyházba tud megkapni, akkor nem azért megy oda, hogy ugyanazt végighallgassa, amit bármelyik tévében is meg tud nézni, vagy, vagy bármelyik zöld párgyűlésen is meg tud hallgatni. Neki, ha már a zöldek itt szóba kerültek, ezen a, ezen a megjelent az egyik ismert német zöldpárti aktivista is, akiről biztos vagyok, hogy nem heti templomba járó, és ez azért mutatta nekem azt, hogy Mennyire felhígult ez a közeg, és ez elsősorban egy tartalmi felhígulás. Tehát, hogy ez a kirhentág, ez valójában nem arról szólt, amit mondjuk Isten Isten üzenetének, szeretetének a közvetítése, vagy hasonlók, amiről egy egyháznak elvileg kellene szólni, hanem egyfajta ilyen modern politikai gyűlés volt, amit az egyházi keretek között rendeztek meg, mint egy díszletként felhasználva egyébként a templomokat ebből a szó. Van ennek egy üzleti része is, ugye valóban több százezren lépnek ki az egyházba ez azt jelenti, hogy be kell menni az a városi adóhivatalhoz, és helyben kell kérelmezni, hogy az egyházi adót nem vonják le a jövedelmemből. Igen. Tehát ez ezt jelenti, és Kölnben olyan sokan akarnak kilépni az egyházból, hogy két évet kell várni, hogy a tízügyintézőhöz az emberi időpontot kapjon. Tehát ez is a helyzet faramunciságát mutatja. Tehát minél többen lépnek ki az egyházból, az egyházaknak annál kevesebb a bevétele. Ezért is kell nekik, szerintem egyrészt az állam felé udvarolniuk, vagy gesztusokat túl sokat tenniük. Például ez a migráns is ott jelenik meg. Ugye hát evangelikusként nagyon szomorú látni tényleg, hogy, a, hogy az egyház az a német egyház is ugye ilyen migránshajókat finanszírozott, a korábbi ö, ö, egy vezető vezető püspök volt az, aki ennek az élére állt, és ugye ezzel még több embert csalogatnak Európából a tengerre, tehát ezért tartom ezt veszélyesnek, mert azt gondolják, hogy hát, ha van egy hajó, ami majd fölvesz engem a tenger közepén, akkor elindulok akár egy élekvesztőn, hát ha engem is fölvesz az a hajó. Most érdekes módon egyébként a lengyelek és a magyarok átlátnak a szitán, most a Nézőpont intézet készített egy felmérést, Magyarok 77 a elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. Ez igen magas szám. Vajon szerintetek mi lenne, hogyha egy ugyanilyen kutatást csinálnának Németországban? Hát ez, ez pszichózis kérdéssel. Nyilván a média meg a politika, hogyha megteremti a kellő hangulatot erre, akkor a német társadalom az lehet, hogy fordított arányban szavazná ezt meg. Nem tudom, mert ugye számban növekedett Németország lakossága az elmúlt évben, talán egy millióval lett igen, dönt, igen, dönt, egy ami egyszerűen. azért nem hiszem el, hogy nem tapasztalja az átlag ember ezt a bőrén. Most az egyik ismerősöm pont Berlinben töltött öt napot, várost akart nézni, egyébként egy hölgyről van szó, és mondta, hogy konkrétan még turistaként is a a preferált központi helyeken is nem érezte magát biztonságban, pedig nem egy, egy, egy félős valakiről van szó, ha, éppen azért, mert annyira sok lett a bevándorló, főleg Berlinnek a belső körzeteibe is, hogy, hogy szinte felszabadulásként érte meg, hogy, hogy Budapesten van. Én annak körülök, hogy annak ellenére, hogy a bevándorlás nálunk nem hétköznapi téma, mert a határon megvédük ugye a határt a határőrök, ennek ellenére látják ennek a kockázatát a magyar társadalomban. Az a kérdés, Tamás, hogy hogyan fogalmazod meg nyilvánvalóan a feltett kérdést, ezt azért mondom, itt most hangsúlyozom ki Németország kapcsán, mert ott ez a kvóta döntés, amiről itt most Magyarországon is már egy ideje beszélünk, ez ott teljesen másképp jelenik meg. Persze, ott ők abban reménykednek, hogy onnan majd elviszik végre. De, a, de, minden de minden. igen, csak hogy itt alapvetően a német politikában és a sajtóban azt tudod elolvasni, ha megnyitod, uh -huh. hogy itt egy menekültügyi Szigorításról van szó, ami elég durva dolog, és arról vitatkoznak a német pártok, a zöldek egymás között is, hogy mennyire volt helyes hozzájárulni ehhez a durva szigorításhoz. Mi meg teljesen más mozit nézünk ebből a szempontból, mert nálunk meg ez nem szigorítást jelent, hanem azt, hogy megzsarolják Magyarországot, hogy fejenként 20 ezer eurót vagy 22 eurót legombolnak rólunk, akkor, ha nem fogadjuk be a migránsokat. Tehát egészen más, hogy vannak beállítva a németek ebből a szempontból, hogyha. Már nem lenne ilyen fajta, hogy is mondjam, erőteljes kondicionálás arra vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni ezt a helyzetet, hogyan kell érteni azokat a szavakat, kérdéseket, amiket feltesznek, akkor lehet, hogy ott is nagyobb elutasítás lenne a kvóta irányába, csak az egésznek a megfogalmazása, az egész, ahogy a téma napirendre kerül, az teljesen más, hogy néz ki, mint ami a valóság, mert ott azt mondják el, hogy ez egy szigorítás a menekült rendszerben, és lehet, hogy ezt meg máshogyan támogatják. Most a, a, a lengyelek ugye rögtön erre a kötelező kvótára azzal reagáltak, hogy hát először is ugye ők elutasították, velük együtt elutasították. De uh, Jarosław Kaczyński, az is a lengyel kormánypártnak, a, a nagyobbi kormánypártnak a vezetője, az is bejelentette, hogy könnyen elképzelhető, hogy népszavazást tartanak az ügyben. Amire viszont egy uniós diplomata azt mondta, hogy ez egy veszélyes játék, mert a Brexit is így kezdődött. Hát kellene olyan ajánlatokat tenni az európai országoknak, hogy ne kelljen ilyen politikai, egyébként demokratikus eszközhöz folyamodniuk, mert mi magyarok is népszavazáson dönthettünk 16. októberében a, a, a migrációról, 3,4 millió de magyar de, mondta, az, hogy nem kér belőle. Most lefordítom, tehát gyakorlatilag egy uniós diplomata megfenyegette Lengyelországot. Tehát azt mondta, hogy, azt mondta, hogy ha, ha ti ebben nem mentek bele, nem nyeritek le, Ezeket nekünk is üzenet, hát akkor. Hát emlékszünk, út, út. Hát emlékszünk az olasz választás előtt, mit mondott Ursula von der Leyen, ráadásul Amerikából egy, mm. egy egyetemen tartott beszédet, hogy hát ha majd az olaszok nem döntenek jól, akkor vannak eszközeik. Ugye azóta is, ugye Georgia Meloni egy ilyen lélegeztetőgépen van, hogy ugye vagy kap, megkapják az Uniós, az Európai Központi Banktól hát a. Nem, Meloni van, nem az ország. Ugye az ország, <laughs> 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 ő, mint politikus. Ő az jól Hát nincs annyira jól, mert szegény, ugye ott is a választási ígéretekhez képest azért őnek is kéne valamit teljesíteni. És ugye az a lényeg, hogy a migrációra visszatérünk, ugye mi a század végén megkérdeztük a, a, magyaroknak a véleményét, és nem 68% utasítja el ezt a kötelező kvótát, és nagyon egyetértek Leventével, mert a század végén ugye van egy projektünk, ez a Projekt Európa, ahol mind a most éppen 30, uniós orsz 30 európai országot, most már nem uniós országokat is megkérdezünk, és valóban ez van, amit mondasz, hogy a, front, a, 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 frontországokban és a célországokban, tehát Görögországban is, Máltán, Spanyolországban, valóban azt gondolják az emberek, hogy a kvóta csökkenti a migránsok számát, át, hogy jut másoknak is. Ugye a célországokban is, mint Németország, ugyanezt gondolják, amiről beszéltetek. Ugye nálunk nincsen tömeges bevándorlás, ezért mi ezt el akarjuk kerülni, hogy azokat akarjuk beengedni, akiket mi akarunk, nem azokat, akiket Brüsszel akar. És hát ez a brüsszeli kommunikációnak, a tetszik, propagandának a része, hogy a német elnökség által egyébként már 2020 őszén benyújtott javaslat is úgy kezdődött, és az európai választás előtt ezt a részét fogják a kirakatba tenni, ezt fogják habosítani, hogy a külső határok védelme. Miért? Nehogy az Európai választáson jövő júniusban, pont a bevándorlás ellenes pártok még erősebbek legyenek. Emlékezzünk vissza azért 18 nyarára, amikor ugyanez volt a helyzet, ugyanezeket a vitákat folytattuk le, hogy, hogy kiket engedjünk be, hol állítsuk meg őket, visszavigyük a segítséget, vigyük oda. Mi történt? A kis Cuki Greta Thunberg előkerül a semmiből, 18 augusztusában egy sztrájkot indít, és ez a mozgalom a 19-es európai parlamenti választásokra már oda jut, annyira felhabosították, hogy a migrációról a fókusz megpróbálta átvinni a, a, a klíma kérdés, ami egy valós kérdés, csak ugye nyilván a migráció most fontosabb, mert az, hogy amit mondtál, hogy kimegyünk az utcára, és akkor tényleg aggódnunk kell, hogy a barátnőnk, feleségünk mérünk-e oda hamarabb mondjuk egy edzés után, vagy egy színház után, vagy mondjuk egy tízfős férfi csapat, aki mondjuk éppen arra sétál, vagy láttuk most a képeket Franciaországból, hogy ott is ugye milyen brutális támadás. Arra gondolsz, hogy amikor egy, egy sokat generációs bevándorló a Bordóban, kiráncig állt az otthonából egy nagymamát, meg az unokáját. Igen, és, és csak a kutya és, tudta elriasztani. És a ő el, 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 el akarta rabolni a kislány. Igen, Szőke, egyébként az olaszokra hadd térjünk még vissza egy percre, hmm. mert egyébként ez az egész kvóta döntés ez megmutatta azt, hogy van egyfajta érdekellentét, amit persze a baloldali hmm. média régóta próbál meg felhabosítani és felerősíteni a tényleg Olaszország és mondjuk a közép-európai országok között, ami azért problémás, mert ugye elviszinten egy új jobboldali kormány, Olaszország akár lehetne egy egy nagy szövetségese Közép-Európának, Lengyelországnak, Magyarországnak ebben a küzdelemben. Csak az a probléma, és ez valószínűleg összefüggésben áll Olaszországnak a pénzügyi gazdasági helyzetével, hogy Olaszország most nem ezt az utat választotta, hanem azt, hogy inkább egy alkút köt a, a brüsszeli javaslat szempontjából, figyelmen kívül adja a közép-európai érdekeket, és, és, csak arra koncentrál, hogy tőle azért elviszik kvótával is. És ugye ez a probléma, hogy ha valaki bevándorlás ellenes politikát szeretne képviselni, akkor annak azt kell mondania ja, az én meglátásom szerint, hogy akkor a határon megállítjuk azt, aki illegálisan akar bejönni, és hogyha valaki szeretne legálisan érkezni, akkor adja be a kérelmet, majd elbíráljuk. És ennek ellenére egy bevándorlás ellenes kormány Olaszországban hozzájárul ehhez a javaslathoz, ezt én Nekke, azért problémásnak tartom. Nekem az a, a gondom, hogy van egy óriási önbecsapás ebben, hogy nyilván Európa megint abba gondolkodik, hogy hogyha ezt jól lesz leszabályozza, hogy a bevándorlást házon belül hogy kezeljék, akkor, akkor a teher lemegy a frontországokról. De azért azt látjuk Angela Merkel óta, hogy ez egy meghívót jelent persze, a, az, persze, a, az afrikai, ázsiai országokban, és tömkelégével fognak útra kelni ö, új emberek, és nem a megszokott módon, hanem látni fogja ugyanúgy az a bűnözői réteg, vagy a nagyon bajba jutott réteg, vagy a gazdaságilag kiszolgáltatott réteg, és tömegével fognak elindulni a, a a földközi tengernek nevezett temető felé, és rengetegen megint bele fognak fulladni a, a ladikokon a, a tengerbe, ami egy, egy óriási drámát vett elő. Igen, de közben tulajdonképpen még mindig nem lehet a problémáról őszintén beszélni. Ugye itt a, volt ez a bordói eset. Videó felvétel van róla, teljesen egyértelmű, hogy egy egyébként fekete bőrű fiatalember gyakorlatilag rátámad a nagybomára, Kislányra, megpróbálja a kislányt elrabolni. Ezek után jönnek a francia lapok, és elmagyarázzák, hogy itt, itt, nem, itt nem az történik, amit látunk. Ő nem egy bevándorló, egy francia ember, azt hiszem Brahima, Brahimának hívták. Tehát, hogy érezzük azt, hogy hogy nem lehet néven nevezni a problémát. Valószínűleg a fiatal ember már Franciaországban született. Tehát, azért úgy érezzük, hogy ez azért nem a hagyományos francia kultúra. Tehát az emberrablás az nem az, a, nem az ami, ami mondjuk így Európában egy bevett dolog. És aki pedig kimondta, hogy néven akarta nevezni a problémát, hogy ez a bevándorlás következménye, azt azonnal, tehát gyakorlatilag megkövezés, megkövezés terhe mellett kiközösítették. Tehát nem, nem, értem igazából, hogy, hogy miért nem képesek a nyugati társadalmak ezen túllépni, amikor ott van a szemüket. Banda háború volt most Németországban, Igen. így van? Szírek és libanoninak. Svédországban mentek. meg ez már napi szinten történik. Svédországban napi szinten. törökök és a kurdok. Így van. De ezeket, tehát ezt, ezt a problémát megnevezni sem szabad. Hát ráadásul még ennél is tovább mennek, mert például a francia hatóságokról azért bizonyítványt állít ki, hogy ez a, az illető, ez a bevándorló elkövető, ő már 15 rendben került bűnügyi eljárás alá, többek között a drogkereskedés kapcsán, mégis szabadon járhat kellhet egy francia városban mások előtt. Úgy, hogy már 15-ször került a bíróság elé, ami számomra teljességgel abszurdom, és Emellett még egy érdekes hír, ez annyira nem járta be a hazai sajtót, Le olvastam, hogy a szenátus június elején elfogadott egy olyan új törvényjavaslatot Franciaországban, hogy a hatóságok mostantól bárkinek a telefonját, számítógépét megfigyelhetik, bekapcsolhatják a kameráját, meg a mikrofonját, meg a hely meghatározását azért, hogy a bűn elkövetőket időben elkapják. Tehát fel is használják az ilyen helyzeteket arra, hogy egy totális kontrollt építsenek ki, a féles körű társadalmi tömegek előtt. Már Zuckerberg te, Jeff Bezos ezt már elég régóta csinálja szerintem. I Csak ők nem kötik ők... az orrunkra. Meg ők ezt kereskedelmi célra <suk> csinálják. Pici sokkoló, hogy, hogy bevándorlás. nevetek Kínomban kióval nevetek. Ugye összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések. Ez egyébként le van írva. Tehát én nem is értem, hogy a nyilván nem erről beszélnek nyugaton, és erről nem is szabad kint beszélni. Tehát az a lényeg, hogy ha Európa lakossága német számítások szerint 2150 millió fővel csökken az öregedő társadalom és az alacsony születésszám miatt, akkor ezt a létszámot, hogy fenn akarják tartani, bevándorlással képzelik. Tehát ez a lényege, és itt, itt jön az, amit betettél Tamás, hogy, hogy azért mondják, hogy ez egy, ez egy, egy sajnálatos elszigetelt eset, egyedi eset. Ez egy elmeháborodott. És tehát ezért mondják azt, mert hogyha összeállna a kép, hogy a nyugati elitek, amelyek fönn akarják tartani Európa fogyasztását, azt a szintet, hogy legyenek munkások, katonák, fogyasztók, hogy ehhez nem a saját családok támogatását veszik eszközként, mint a magyar kormány, hanem a migránsokat akarják beengedni, a nyugati társadalmakkal fizettetik meg ennek az anyagi költségét, illetve a társadalmi költségét. Annyi kiegészítés, hogy nem csak a nyugatiak, hanem velünk is. Meg hát a ez felettük. a cél, hogy az a büntetés Én. az azért lenne, hogy ami amit ők, ugye, egyébként ez azért nem működik, majd ez, a, ez mindenki tudja, csak most az európai választás előtt nem akarják elmondani. Azért utaltam arra, hogy 15 óta ezeket a vitákat már lefolytattuk, hogy a migránsok maguk akarják a célországukat meghatározni. Ez hiába sorsolná őket a gép Bulgáriába vagy Litvániába, ő akkor is Németországba vagy Hollandiába. És el is fog tudni le. menni, mert azért most Bulgáriában nem, de a legtöbb Európai Uniós tagállam Schengeni tagállam is. Ennyi. Tehát, hogy sigán nyugodtan mindenféle határellenőrzés nélkül át tud menni. Tehát lehet, hogy leteszik őt Magyarországon, Litvániába, Akarhol, és következő nap már ott van újra Németországban. Tehát ebből a szempontból sem logikus az egész, ugye az is egy probléma, ezt részben már érintettük, hogy egységnyi bevándorlóval számolnak. És azt gondolják, hogy ha hogyha elosztjuk őket, akkor majd ugye mindenkire. Ó, nem, több levete, ez, szerintem ez, ez, semmi másról nem szól, mint hogy a farkas be akarja tenni a lábát az ajtóba. Tehát most Esz. először 8500, aztán nem. majd 18500. Ez egyébként ugyanez volt, amikor, 000, amikor 160 pontos... ezer embert akartak Esz. elosztani, és még emlékszem, hogy Martin Schulz a szokásos Kicsit sem visszafogott stílusában mondta, hogy Magyarország 1294 embert, aki rájutna, nem hajlandó befogadni, milyen kicsinyes, még ennyit se. Tehát nyilván nem ez volt akkor se a probléma, hogy 1294 hanem ember az amiben, hanem hogy megnyitották a lehetőséget. Így van. Nos, a végére még egy érdekes téma. Vádalkut kötött Hunter Biden, Joe Biden fia, akit adószabálysértés, konkrétan adócsalás és tiltott fegyverbirtoklási ügyben idéztek bíróság elé. Na most? Én elolvastam kétszer a hírt, és próbáltam megérteni, mi az, hogy vádalkut kötött. Tehát ugye ezekben, a, ezekben az ügyekben nem fognak ellene vádat emelni. De, de most ő kire vallott rá? De a vádalkú ugye alapvetően az vagy azt jelent igen, hogy ő másoval vagy az, hogy beismeri a bűnösségét, és egy enyhébb büntetés kap, tehát, hogy nem kell akkor a teljes tárgyalásra folytatni. nincs büntetés. Egy-egy az az egy esetben... vádban elismerte a bűnösségét. 12 év börtönnel fenyegetett cselekményről van szó. Tehát az, hogy én elismerem, és azt mondom, hogy tényleg adócsaltam, akkor tudjátok, még be is fizettem azt a 200 ezer dollárt, és akkor erre azt mondják, hogy Oké, okay, rendben, akkor el is van felejtve. Ez a családi hagyomány náluk. Tehát ha megnézzük, hogy Donald Trumpnál kerestek állítólag titkosított dokumentumokat, Bidennél is voltak állítólag titkosított dokumentumok. Az idősebb Biden, az elnök Joe Biden visszaadta úgymond ezeket a dokumentumokat, nem történt semmi, és akkor Donald Trumphoz meg kiszállt az FBI, meg már majdnem bilincsben akarták elvinni, már rabosították, már lefényképezték, ugyanez van a fiánál is. Tehát Hunter Bidennél egyébként, itt is egyébként Anthony Blink ennek is nagyon szép szerepe van, hogy Amerikában ez egy ilyen sztori, hogy összegyűjtött 32 volt titkos szolgálati vezetőt, még a választási kampányban, és akkor mondták, hogy hát ez egy orosz manipuláció volt, hogy Hunter Bidennek a laptopját eltüntették közben, ott felejtette a szervizben, és ugye onnan kerültek ki ezek az adatok. Szerintem az... nem, de ez egy újabb fedősztori, de ez egy másik kérdés. Na de mégiscsak szerec. egy olyan emberről beszélünk, aki uh, drogfogyasztó. Uh, számos korrupciós ügybe keveredett kínával és Ukrajnával kapcsolatban. Most én szeretném föltenni a kérdést, amit valamiért nyugaton, és főleg az Egyesült Államokban nem tesznek föl, hogy ez a pasas, ez nem egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat? Hát, de teljes mértékben Jézus az, csak azért tegyük is. hozzá, hogy igen, pont ezt akartam hát mondani, pont ezért... hogy az ukrajnai bizniszei, amiről te beszéltél, az az mi volt? Az valójában az volt, hogy amikor az Obama adminisztráció alatt ugye Joe Biden alelnök volt, akkor ő volt a felelőse az Ukrajnával kapcsolatos amerikai politikának. És ugye 2014-ben, amikor a Majdan történet volt, onnantól kezdve Biden megjelent Ukrajnában, és egyre több befolyást szerzett magának, és ezt tulajdonképpen a Hánterre a fiára tolta rá, tehát a fia volt lényegében egyfajta ilyen képviselője Ukrajnában, be is ültette ugye különféle cégeknek az igazgatótanácsában Ukrajnában, és, és, azóta is ugye azért ezek a történetek az, tisztázatlan. az orosz titkosszolgálat vajon mennyire dokumentálta ezeket az eseteket? Én úgy hallottam, hogy az orosz titkosszolgálat csak Donald Trumpot fogja, úgyhogy én nem tudom, hogy miről akkor, akkor Akkor, ez lesz most az árszó a műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ennyi fért most 48 percbe. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az M1-en és a hiradó.hu-n, addig pedig tartsák szárazon a puskaport.